Nyáron a nagybecskereki nyitott medencék naponta mintegy 1000 fürdőzőnek biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget. A medencék felújításán már másfél hónapja dolgoznak a sportlétesítmények közvállalat munkásai. Lesz új világító szereket rakunk föl, meg mellette még terveztünk kint a zöld terepen megcsinálni ilyen kis rekreációs sport. Hát ami belefér, az van focipálya, még van röplabda, mellette szeretném csinálni ilyen, hát nem is tudom, hogy megmondani, tekepályát, még asztali teniszt, badmintont, ilyen golf minipályákat, úgyhogy az úszóknak lesz az úszás mellett még olyan lehetőség, hogy ki is mennek a vízbe, és akkor itt kicsit eltöltik az időket. A nagybecskereki medencék használatára a felnőtteknek továbbra is 180 dinárt kell elkülöníteniük, míg a 12 éven aluli gyermekek az eddigi 120 helyett 90 dináros napi díjat fizetnek. Az idegenforgalmi központ által működtetett szabadtéri strandokon az idén sem kell belépőjegyet fizetni. A fürdőzési idényt tegnap nyitottuk meg hivatalosan, miután elvégeztük a szükséges előkészítő munkálatokat. Elrendeztük a muzsiai homokos strand partját, valamint mindkét strandon bérbeadtuk a vendéglátóipari létesítményeket, de rovartalanítást és rágcsálóírtást is végeztünk. Kivizsgáltuk a víz minőségét és vízimentőket is biztosítottunk. A nagybecskereki szabadtéri strandokat naponta akár 4-5 ezeren is látogatják. Ezért az idegenforgalmi központ arra kéri a vendégeket, hogy saját biztonságuk érdekében tartsák be a fürdőhelyek szabályzatait.